Újabb nagyon jelentős mérföldkő a város kulturális életében a mai nap, hiszen mondhatom azt, hogy jól nézzék meg ezeket a falakat, most látják így őket utoljára. Ennek pedig az az előzménye, hogy 2009. április 29-én vette át a város, és kapott használatbavételi engedélyt ez az épület, és egészült ki Debrecen kulturális élete egy új lehetőséggel. Ennek a lehetőségnek a beteljesülésére körülbelül 11 évet vártunk, de most jött el a pillanat arra, hogy el tudjuk kezdeni a befejezését a Latinovics Színháznak. Debrecen városa ennek a régiónak egyértelműen a kulturális centruma. Nagyon fontos szerepet töltött volna be ez a színház a város kulturális főváros programjában. Akkor a döntéshozók úgy döntöttek, hogy nem Debrecen, hanem Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa 2023-ban. De egy pillanatra sem szegte ez a döntés kedvünket abban a tekintetben, hogy a városnak a kulturális expanziót folytatni kell, a városnak a kulturális centrum jellegét erősíteni kell, magyarul dolgozni kell azokon a vállalásokon, azokon az ígéreteken, azokon a terveken, amelyek Európa Kulturális Fővárosa programunkban megjelentek annó. De ezzel a fejlesztéssel, a Latinovics Színház fejlesztésével nem csak a debreceniekre koncentrálunk, hiszen a fejlesztés annak köszönhetően valósulhat meg, hogy egy Magyarország-Románia határon átnyúló program keretében sikerült támogatást szerezni ehhez a fejlesztéshez, és ebben nagyon fontos missziót vállal Debrecen. A Latinovics Színház az a szó legszorosabb értelmében regionális színház, hiszen fontos feladata funkciója, hogy a határ menti, a határon átnyúló kulturális kapcsolatokat segítse, erősítse, a színházak közötti együttműködést fejlessze. 10 millió eurónyi támogatást tudunk felhasználni az infrastruktúra fejlesztésére az Interreg program keretében, és ehhez a Debrecen 2030 programnak köszönhetően Magyarország kormánya további nettó 2 milliárd forint támogatással járul hozzá, tehát az önkormányzatnak, bár van előzetes kötelezettségvállalása a projekt megvalósítására, de szinte gyakorlatilag saját erő nélkül tudjuk ezt a fejlesztést, ezt a beruházást megvalósítani. Egy minimális saját erőt az Interreg programban biztosított támogatáshoz kell majd biztosítani a beruházás. Teljes nettó értéke a pályázati nyerteség eredményesség alapján mondhatom az összeget, 5,8 milliárd forint. A magyarság tudathoz hozzátartozik a magyar kultúra, és a magyar kultúrának az átörökítése, továbbadása, terjesztése, megismertetése terén a könyv, a film, a zene, a tánc mellett óriási szerepe van, és volt, meg szerintem lesz is a színháznak. Éppen ezért Debrecen esetében, hogyha a Csokonai mellett egy másik színjátszótér is kialakul, akkor azt hiszem, hogy dupla energiával és befektetéssel, erőbedobással lehet szolgálni a kultúra ügyét. Volt egy vízió, volt egy álom arról, hogy ez egy olyan regionális központ lesz, amit majd a színházzal együtt, a színházzal közösen kiteljesedik, és egy nagyobb régiót fog kiszolgálni Debrecen. És ennek a víziónak egy olyan fontos lépése ez, egy olyan fontos mérföldköve, ami kicsit olyan, hogy egy álom, egy vágy, és egyszer csak itt vagyunk benne a kellős közepén, és megvalósul valami olyan, amit már nagyon régóta vártunk. 24 hónap múlva alkotók, kulturális szakemberek, fordítók állnak majd itt. Ők biztosítják azt, hogy a kulturális inkubátor és a képzési központ, az értéktár valóban azt a szerepet töltse majd be, amelyre hivatott. Szakmai partnerként velük és értük dolgozunk azért, hogy a román-magyar határmenti régióban több legyen az együttműködés, gazdagabb legyen a kulturális kapcsolatrendszer, többet lássunk egymás kultúrájából és művészetéből. Összesen 15 alprojektet dolgoztunk ki, valósítunk meg ennek érdekében. Workshopok, konferenciasorozatok, továbbképzések biztosítják majd azt, hogy a létesítmény, ami most a lehetőségek háza, 24 hónap múlva a kulturális mobilitás és tudástranszfer tere legyen. Eljön az az idő,
hogy ezek a falak élettel és kultúrával teljenek meg. Eljön az az idő, hogy Debrecen elmondhatja, adott a kulturális infrastruktúra a régió művészeti és kulturális szakemberei számára, hogy méltó módon képviseljék a régiót.